Kígyós Borbál a festő és textiltervező művész munkáiból nyílt kiállítás az Artus galériában. Fontos Ferencnél kezdtem el rajzolni, úgyhogy alapvetően meghatározta a későbbi munkáimat. 2 évet töltöttem Japánban, és egy textileket terveztem cégeknek, és hát ezzel kapcsolatban festek, és ezekből készítek képeket. Jelenlegi a legutolsó néhány hónap terméke egy kettős világot ábrázol, illetve egy kettős világból indul el, és ennek alapján készült. A művésznő saját speciális technikával dolgozik. Az anyagok, amiket és amivel használ, szintén saját kitalálások, így azután titkosak is. Legszívesebben a természet színeit alkalmazza. Az, hogy Japánban volt kint, mennyit változtatott a stílusán, vagy akár a művészetén? Szerintem Japán alapvetően befolyásol mindenkit, aki kapcsolatba kerül vele, mert annyira más kultúra és annyira meghatározóak a művészeti alapelvei, vagy bármely területére gondolok itt a művészetnek vagy az életnek, tehát szerintem nem létezik ember, aki ott él és ne befolyásolná valamennyire. Ezek szabadabb vagy kötöttebb dolgok? Bizonyos szempontból felszabadít. Számukra kötöttebbek, egy külföldi számára szerintem szabadabbak. Kígyós Borbálának a monszun az évszakok királya, a tangó a táncok királya. Ezért is lett a kiállítás címe. Monsun Tango.